Gyurika, örülök, hogy a sors ide vetett, és meg tudta Gyurika mutatni ezt a fölvételit, amit ezekkel az öreg dolgozókkal sikerült megoldania. De vannak még sokkal többen, és emlékezetes személyök részemről, akik sajnos vagy a klubba nem járnak be, vagy bizonyos részük már talán nem is léteznek. Nagyon sokat tudnék említeni, még nem tudom, mondjak egy néhány nevet, amit ugyanúgy az Antal elvtárs egyik másik, akik ismernek, Kocsi Ede bácsi, Domján bácsi az esztergályos, Bozó Pali bácsi a lakatosoknál, Pécsi Sanyi bácsi kazánházba, Gulácsi Sanyi bácsi kazánházból, Bedécs bácsi főportás, de még nagyon sok, csak bizon kevésbé jut már az ember eszébe. Horváth Sanyi bácsi, Firpasz Feri bácsi, az udvari csoportnál csoportvezetők, és még sokan mások. Gyuri bácsi hány évet dolgozott a gyárban? 40-et éppen. 40 évet dolgoztam. Hát bizony-bizony több évet még eldolgoztunk ezekkel az idősebb asszonykákkal, emberekkel. Majd apródonként ők nyugdíjba vonultak, ahova már lassan én is eljutok. Hát, Gyuri bácsi, én meghívom magukat a klubba, tessenek eljönni, megnézni azt a filmet, amikor együtt voltunk kirándulni Kékestetőn. Köszönöm, Gyurika. Jaj, de most jut eszembe. Tévesen mondtam az előbb a Bedécs bácsi. Azt mondtam portásnak, a Jelenics bácsi volt a főportás, Bedécs bácsi a dobozgyárnak volt a főnöke. Hát akkor megnézzük a filmet? Gyurika, inkább most nézzük meg. Jó, akkor nézzük együtt. Köszönöm. Kékestető az ország legmagasabb pontja. Jó volt kitekinteni a tévétoronyból, körülnézni a Mátrába. Thank you.
Kékesről Parádra mentünk át, ahol megnéztük a kocsi múzeumot. Itt van az ország egyetlen kocsi múzeuma. Cseppkőbarlangba valamennyiünknek nagy élmény volt odalent hallgatni orgonazenét. Barlangot 1867. augusztus 18-án járták be először. Mentünk hazafelé. Az autóbuszba nagyon kellemes dal szólt. Ezekkel a
a csajban, csajban. Hazamegy az öreg, sok őt elállta, az hazudja javított a karát. Ezekkel a sofőrökkel baj van, baj van. Napos kirándulás után kellemes örömmel értünk haza.